Jó a csúsztatás, Avdiáj, Bódi, megint fellazul a Diósgyőr, ez is jó még. Haris a bal oldalon. Jön a beadás, ott a csúsztatás, gól! Szécsi Márk góljával megduplázza előnyét a Debrecen. És Csőst visszaülteti közben a kispadra Herceg András, ez csak a szemem, hogy a szemem sarkából látom a pálya szélén, ami érdekes reakció. Sokkal fontosabb, hogy Szécsi Márk, aki visszatért hosszú évek után Debrecenbe, ugye saját nevelésű játékos, ő is megkapta a lehetőséget kezdőként, és góllal hálálja meg Herceg Andrásnak, aki egyébként a felfedezője, mert hogy Szécsi Márk Herceg András felfedezettje. Nézzük még egyszer a gólt, Haris beadása remek, és Szécsi csúsztatása szintúgy. Egészen pontos, precíz beadást követően. Tulajdonképpen nem volt nehéz dolga Szécsinek, jó ütemben lépett be a védők mögé, és gyönyörűen csúsztat a hosszú sarokba. Harist is dicsérni kell, de Szécsit is.